A kistermelői sonkát keresik a vevők, online tanulmányi verseny, felkészültek a gyógyszertárak, munkahelyteremtő beruházás Karcagon. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. március 9-én 18 óra 5 perckor. A vásárlók a hagyományos parasztsonkákat részesítik előnyben. Ez eleve többe is kerül, mint a gyorspácolt sonka, amelynek minősége sokszor nem is felel meg az élelmiszerbiztonsági követelményeknek. Ez a sonka közel 30 ezer forintba kerül, kilója 3500 forint. A vásárlók inkább áldoznak a minőségi, helyben készült sonkára. A minőséget azt meg kell fizetni, nem mindegy az embernek, hogy mit fogyaszt, olyan árut, minőségű árut, ami valójában csak egy kevéske összeggel olcsóbb, mint a minőségi, de sokkal finomabb és ízletesebb, és én megvásárolom a drágább minőségű árut, igen. A hagyományos pácolt sonkát keresik a vevők a fegyverneki Huber István őstermelőnél. Már most március 15-e körül nagyon keresni fogják a sonkát, mert sokan nem hagyják az utolsó pillanatra. A takarmányárak azok elszabadultak, 8000 forint körül van egy mázsa kukorica. A felvásárlási árak azok egy picit gyengébbek, de most emelkedik. Hát most a sonkák ára a tavalyihoz képest viszonylag valamennyit drágult. Érdemes odafigyelni a húsvéti sonka minőségére, mert nem is minden nevezhető sonkának, amit annak adnak el, a gyorspácolt sonkák minősége pedig sokszor nem is felel meg az élelmiszerbiztonsági követelményeknek. Ezért folyamatosan ellenőrzik a húsvéti sonkák minőségét. 6 hétig vannak érlelve, 3 hétig sóba van, 3 hétig pászlébe, utána még egy picit utol van érlelve. Ezek nem vizesek, kevés rajta a szalonna, jó húsos, nagyon finomak. Televíziónknak Huber István elmondta, szinte az összes sonka el fog fogyni. Azt veszem észre, hogy inkább a minőségi terméket keresik, nem sajnálják rá a pénzt. Hát például egy 10 kiló sonka 35 ezer forint, de hát vannak itt kisebbek, ami 10-12 ezer forint. Az idén kevesebbet készített, hiszen az átmenő forgalom is kisebb a pandémia miatt. Idén online módon rendezte meg a gimnázium az országos tanulmányi versenyt. A részletekről Tóth Barna igazgatót kérdeztük. Idén online módon rendezte meg a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium a dr. Hajtú Moharos József református országos tanulmányi versenyt. A részletekről Tóth Barna igazgatót kérdeztük. Mindeddig 8 alkalommal sikerült megrendeznünk már a dr. Hajtú Moharos József országos református földrajzi tanulmányi versenyt, ami két fordulóból állt, mindig a diákok a saját iskolájában írtak egy első fordulós feladatsort, és akkor ennek eredményei alapján kategóriánként 10-10 embert hívtunk be ide Karcagra, az országos döntőre. Az idei tanévben át kellett gondolnunk, hogy hogyan is tovább. Ugye a személyes találkozásoknak a lehetősége az nem adott pillanatnyilag, viszont mi szerettünk volna mindenféleképpen ragaszkodni a versenyhez, ragaszkodni az irántunk érdeklődő versenyzőkhöz, és arra jutottunk, hogy digitálisan megpróbáljuk megszervezni a második döntőfordulót is. Itt időben tájékoztattuk az iskolákat arról, hogy ez hogyan fog történni, és ez is egy második fordulós írásbeli feladatsornak a kiküldésével történik, amit a tanulók a saját iskolájukban írnak meg, viszont az értékelés az már központilag fog történni. Most mindkét fordulót otthon írták a diákok. A beérkezett munkát 4 zsűri értékeli majd. Megpróbáltunk minél több mindent megtartani, mindabból, amit eddig értékként sikerült felsorokoztatni emellé a verseny mellé. Most itt kifejezetten arra gondolok, hogy ugyanúgy felkértük kategóriánként a zsűri tagokat. Az első kategóriában Szentesi Zoltán tanár urat, a mi iskolánknak a tanárát, aki az általános iskolás kategóriát képviseli, és a három
középiskolás kategóriára pedig Borosné Szlávik Máriát és Bodor Tibor tanárurat, tanárnőt és tanárurat a Szolnoki Versegi Ferenc gimnáziumból, és a negyedik kategóriára pedig Fábián Nikolett tanárnőt Jászberényből a Lehel Vezér gimnáziumból. Ezzel is szeretnénk megadni a versenynek a rangját és a tisztaságát is természetesen. A 41 versenyző 12 iskolából jutott a döntőbe. Köztük van egy Kárpátaljáról, Nagyberekből, Erdélyből, Kézdivásárhelyből is egy-egy. Kategóriánként 10 versenyző ír döntőt, illetve az egyik kategóriában egy holtverseny miatt 11-en vannak. Úgy gondoltuk, hogy nem vesszük el ezt a lehetőséget senkitől sem. Örömteli még, hogy ebben a nehéz helyzetben is elég sokan, sőt, körülbelül annyian jelentkeztek erre a versenyre, mint szoktak. Ez azt jelenti, hogy 80-on fölüli nevezés érkezett, és örömteli az is, hogy a határon túli területekről is vannak jelentkezők, tehát például Kárpátaljáról Nagybereg, vagy pedig Erdélyből Kézdivásárhely is a versenyzők, sőt a döntőbe jutottak között van. A verseny névadója dr. Hajdú Moharos József geológus, geográfus, édesanyja Vadász Eszter volt az iskola öreg diákja. Ő kezdeményezte fia emlékére a versenyt. Dr. Hajdú Moharos József, geológus, geográfus, legfőképpen az ELTE-nek volt ő munkatársa, professzora, és az ő édesanyja volt ennek az iskolának az öreg diákja, Vadász Esztike néni, és hát mindenféleképpen a szakmai életútja és az emberi életútja iránti tiszteletből rendezzük ezt a versenyt. Tudni kell róla, hogy református kötődésű, de ez felnőtt korában már tudományos fokozatok birtokában vállalta ezt a dolgot, valamint mindenféleképpen kiemelendő a Kárpát-medence helységneveit feldolgozó munkássága, és ezzel a Kárpát-medencét egységes egészként, mint magyar szülőföldként és magyar hazaként jeleníti meg a saját szakterületén belül, úgyhogy ez úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára nem csak szakmai szempontból, hanem lelki szempontból is nagyon fontos. A verseny eredmény hirdetése heteken belül digitálisan lesz. Felkészülten várják a helyi gyógyszertárak az esetleges rohamot. A raktárkészletüket feltöltötték, így véleményük szerint hiány nem alakulhat ki semmiből. Továbbra is szigorú szabályok betartásával vannak nyitva a gyógyszertárak. A vitaminokat továbbra is viszik, hiszen tél vége van, szükséges a vitaminpótlás, tehát ugyanúgy a C-vitamin, multivitaminok, valamint hát a COVID nevű vitamin forgalma is egyre jobb, de újabban az embereket az is érdekli, hogy milyen az immunállapotuk, és keresik a szűrőtesztet is. A karcagi gyógyszerész televíziónknak elmondta, megugrott az egyéb fertőtlenítőszerek vásárlása. Mi számítottunk arra, ahogy a betegszám növekedett az országban, hogy valószínűleg nagyobb lesz a gyógyszerforgalom, hiszen a több beteg több gyógyszert is fog igényelni, tehát felkészültünk rá, nem tapasztalunk gyógyszerhiányt. Azonban az a félő gyógyszervásárlási láz, amely egy évvel ezelőtt volt, olyat nem tapasztalunk, és ez azért megnyugtató. Tehát könnyebb a munkánk ezzel a gondos eljárással. Megugrott a fertőtlenítőszerek vásárlása és az FFP2-es maszkok vásárlása is, hiszen hallják, hogy több országban kötelező is a komolyabb maszk használata. Én számítottunk rá, de folyamatos az ellátás, nem tapasztalunk hiányt ezekből sem, hiszen az ország fölzárkózott ezeknek a gyártására, beszerzésére. A gyógyszertárak nyitvatartása egyelőre nem változott. Egy évvel ezelőtt készlethiány alakult ki, a maszk, gumikesztyű, lázmérő és kézfertőtlenítőből számos patikában. A szakemberek szerint most erre nem kell számítani. A koronavírus miatt mindig annyi vevő tartózkodhat az adott patikában, ahány kiadó éppen üzemel. A többieknek az üzleten kívül kell várakozniuk.
Itt mindannyiunk egészsége érdekében érdemes az 1-2 méteres távolságot tartani. Több helyszínen is zajlanak a munkálatok, építkezések egy időben a Karcagi Ipari Parkban. A részletekről Varga Nándor ügyvezetőt kérdeztük. A szakember elmondta, 2012-ben történt az ipari park alapkőletétele. Az északi részét ökoparknak nevezték el, mert itt ehhez a környezethez alkalmazkodó gyárakat, üzemeket telepítettek és építenek. Ez nem csak elnevezést akar, hanem azt, hogy a környezetgazdálkodáshoz idomuló gyárakat, üzemeket telepítsünk be, illetve próbáljunk olyan tevékenységet folytatni, ami a megélhetésünket és a jövő generációinak a környezetbarát lehetőségét biztosítsa. Jelenleg az elektronikai hulladékhasznosítónak a kapu bejárójától 230 méter hosszú járdát építenek a vasúti aluljáró csatlakozástól, hogy a dolgozók könnyebben meg tudják közelíteni az üzemet. Ez arra kell, hogy azok a dolgozók, akik az ipari park ezen részén vannak, meg tudják közelíteni. Egyrészt a városból jövet hamarabb érnek ide, másrészt egyre többen vannak, akik vonattal vidékről járnak be. A köztes területen az út és a vasút közti részen napelempark épül, ami 500 megawatt teljesítményű lesz, és részben pótolja az áramot, amit a vállalkozások felhasználnak. Itt az út és a vasút közti részen napelemparkot építünk, ami korábban a elmúlt évi testületülésen februárban elhangzott, hogy 500 megawatt teljesítményű lesz, és ez részben pótolja azt az áramot, amit az itt felépült vállalkozások felhasználnak. Ugyanígy egy napelempark épül a 4-es út és a vasút között a körforgalomnál, ahol a városból kijövünk, Szolnok felé elkanyarodunk, és jobbkéz felől ott van az a 1,7 hektáros terület. Ott is szintén egy 500 kilovattos naperőmű fog megvalósulni. A 4-es út és a József-Nádor út között az EHUL évvégéig megépít 1 hektáros területen egy újabb raktárrészt, ami a szállítás előkészítés könnyíti majd. Itt a 4-es út és a József-Nádor út között épül az elektronikai hulladékhasznosítónak 1 hektáros területen egy raktár része, ami a bejövő és a kimenő anyagok forgalmát fogja megkönnyíteni, és már szortírozva, válogatva tudják az anyagokat idehozni, illetve elszállítani. Ez várhatóan ez év végéig megvalósul, ami azért is fontos, hisz itt az elektronikai hulladékhasznosítóban keletkező púrhabot egy másik üzem fogja felhasználni. A hűtőszekrények, fagyasztószekrények ajtajából, oldalából, kikerülő púrhabból olyan szabadalom alapján gyártott termékeket fogunk csinálni, ami a betonnal egyenértékű keménységű, de annak a súlya mindössze 40%-a. Tehát lényegesen jobban használható, kevesebb munkaerőt, kézimunkaerőt igényel, és ráadásul ezeket az elemeket olyan formában tudjuk megvalósítani, hogy nem kell több betonelemet egymásra tenni, hanem ezt az elemet úgy tudjuk majd kisajtolni, hogy már kész járdaszegélyként, vízelvezetőként, vagy akár stégpallóként tudjuk felhasználni. A 4-es túloldalán történő beruházásokról megtudtuk, hogy a logisztikai központ melletti területen 1 hektáron kamionparkolót bővít, a laktanya felüli részen 2 hektáron új üzemcsarnokot épít a PENI. 1 hektárt a benzinkút felüli részen, ahol a kamionparkoló bővítését valósítják meg, illetve a laktanya felüli részen 2 hektár területet, ahol a magának a raktár épületnek, a csarnoknak a bővítését fogják 3000 négyzetméterrel fejleszteni. Ez annyit jelent, hogy innen
sokkal több boltot és rugalmasabban fognak tudni ellátni ahhoz, hogy mindig napra készen fel legyenek töltve a penny boltok. A fennmaradó 3,7 hektár értékesítéséről is folynak a tárgyalások, épp úgy, mint a téglagyári területről. Jelenleg folyik tárgyalás arról, hogy a fennmaradt 3,7 hektáros területen két vállalkozás települne be. Jelenleg még a nevüket és a tevékenységüket nem kívánom elárulni, mert még a szerződést sem kötöttük meg, de előre haladott állapotban van. Továbbá egy másik tárgyalás, egyeztetés folyik arról, hogy a volt téglagyári területre is hozzunk vállalkozást. Ennek az egyeztetése most kezdődött el, tehát a dolog ott van, hogy ők mit várnak el, mi mit tudunk nyújtani, és hogyha ezeket össze tudjuk hozni, akkor kezdődik el a konkrét tárgyalás, hogy mekkora területen, milyen üzem, hány fő foglalkoztatásával fog elindulni. A most folyó beruházásokkal elsősorban gépjellegű munkát végeznek, de a későbbiekben várhatóan a hulladékhasznosítónál 8-10 fővel bővül a létszám. A Purha feldolgozó üzem is előreláthatóan 20 fővel üzemel majd. A későbbiekben várhatóan a elektronikai hulladékhasznosítónál is 8-10 fővel bővülni fog a termék osztályozás, szortírozás miatt. A Purha feldolgozó üzem pedig előreláthatóan 20 fővel fog üzemelni 3 műszakban. Varga Nándor felvette a kapcsolatot a Recipet új tulajdonosával is. Itt most folynak az engedélyeztetési eljárások, és aztán indul az üzem, mely munkahelyeket is jelent majd. Most vettem fel a kapcsolatot a Recipet új tulajdonásával, a Greenpet Kft. Vette át az üzemet, és ugyanazt a tevékenységet szeretnék folytatni, mint a Recipet. Most folynak az engedélyeztetési eljárások, reméljük, hogy hamarosan ők is be tudnak indulni, és ugyanúgy, ahogy korábban foglalkoztattak embereket, fognak felvenni ők is. Az ipari parknál lévő fuvarozási cég is bővíti telephelyét. Elkezdtek egy javítóműhelyt építeni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves karcagiak! Egy újabb fordulóponthoz érkezett a koronavírus világjárvány elleni védekezésünk, hiszen a harmadik hullám kellős közepén tartunk, amely a jelek szerint elérte városunkat is. Először is szeretném megköszönni mindenkinek, hogy az eddigi védekezések során betartották azokat az intézkedéseket, mind a kormány által hozott, mind pedig az önkormányzat által hozott intézkedéseket, amelyek szükségesek voltak ahhoz, hogy az első, illetve a második hullámot is nehézségek árán ugyan, de nagyobb veszteségek nélkül túléltük. Köszönöm szépen, hogy ezeket a szigorú intézkedéseket elenyésző kivételtől eltekintve, de mindenki határozottan betartatta, és bár tudom, hogy nagyon nehéz volt, de megfogadták azokat a kéréseket, amelyek ahhoz voltak szükségesek, hogy túl legyünk ezeken a nehézségeken. A harmadik hullámra a kormány újabb intézkedéseket hozott, amelyek természetesen városunkra nézve is kötelezőek. Az intézmények életét ennek megfelelően szerveztük. Az iskolákban és az óvodában gyermekfelügyeleten kívül gyakorlatilag zárva tartanak az intézmények. Az étkezést, ahogyan azt az óvodai vezetőség rendelkezett, természetesen továbbra is megoldjuk. A bölcsődei ellátás zavartalanul folytatódik. Reméljük, hogy a járvány egyéb hullámai a bölcsödét el fogják kerülni. A polgármesteri hivatalban, ahogyan azt eddig is megszokhatták, továbbra is működik minden az eddigieknek megfelelően. Kérem azt, hogy beadványaikat elsősorban online, illetve papíralapon tegyék meg, akinek mindenképpen szükséges az időpont egyeztetés után, természetesen megoldhatja ügyét a hivatali épületen belül is. Egy nagyon fontos további intézkedés került bevezetésre,
ez pedig a közterületi kötelező maszk használata. Ehhez önkormányzatunk segítséget fog nyújtani, hiszen a napokban minden karcagi háztartásba eljuttatunk egy újabb maszkcsomagot, amely 5 darab orvosi szájmaszkot tartalmaz. Kérem önöket, hogy az eddigieknek megfelelően, nagyon szigorúan és nagyon következetesen tartsák be ezeket a szabályokat. Mint ahogyan azokat a szabályokat is, amely mindannyiunk rendelkezésére állnak, a kézfertőtlenítést, a fokozott kézfertőtlenítést, és a szociális távolságtartást, tehát tartsuk egymástól a 1,5-2 méteres távolságot, bárhol tartózkodunk, közterületen, illetve épületen belül is lehetőség szerint. Sportlétesítményeink a kormányrendeletnek megfelelően nyitva tartanak, de csak azok a sportolók vehetnek részt az edzéseken, illetve a versenyeken, akikre a kormányrendelet vonatkozik, tehát igazolt keretek között végzik sporttevékenységüket. Egyébként a sportversenyek és így az edzések is teljes egészében zárt kapuk mögött kerülnek megrendezésre. Az erdei tornapálya és a város közparkjai természetesen nyitva állnak a látogatók előtt. Szabad téren sportolni természetesen ugyanúgy, ahogy eddig, továbbra is lehetséges. A játszótereinket viszont a fokozott fertőzés veszély miatt, és amiatt, hogy folyamatosan fertőtleníteni lenne szükséges minden játszás után, a hátralévő időszakba lezárjuk. Kedves karcagiak, kérem önöket, hogy fokozottan tartsák be a meghozott védelmi intézkedéseket. Kérem önöket, hogy minél többen regisztráljanak a koronavírus védőoltásra, hiszen ez a legfontosabb fegyver, ami a kezünkben van a járvány megállítása érdekében. Legyenek következetesek, tartsák be és tartassák be ezeket a szabályokat, és mindenképpen hiteles forrásból tájékozódjanak. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!